Például a tengert látnánk, ugye hullámokat. 20 millió évvel ezelőtt a mai Lengyelország területén a miocén tenger helyezkedett el, és mediterrán éghajlat volt, amelyet el se tudunk képzelni ma. Az éghajlat hatására a tengervíz elpárolgott, a sóviszont ugye megmaradt. Megint eltelt pár millió év, és a Kárpát-hegységek lassan ebből a sórétegből kezdtek kiemelkedni. Természetesen a felső rétegre a sónak meg kellett, hogy kövesedjen, és ez volt az a kőső, amire rátaláltak 1278-ban. 1200?